Egy 20 ezer főt számláló kis településen, mezőtúron nőttem fel, ahol a barátaim és a családtagjaim nem voltak keresztények, ám bár egy vallási jellegű középiskolában, mezőtúri református kollégiumban jártam, és ott érettségiztem. Egyfolytában elítéltem azokat az embereket, akik a keresztény értékrend szerint éltek. Gyakorlatilag úgy, hogy nem is ismertem őket. Annyit ismertem belőlük, hogy bemennek a templomba, és nagyjából másfél-két óra után kijönnek onnan, és borzasztó módon cinikusságot véltünk felfedezni a velük való viselkedésünkben. És gyermekkoromtól kezdve zeneiskolába jártam és ütős hangszereken tanultam. Most jelenleg a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán ugyanezt csinálom, és ezt az ütőhangszeres tudást kamatoztatva nem csak a gyülekezeti együttesünket segíthettem ezzel a munkával, hanem olyan zenekaroknak a munkájában is részt vettem, akikkel nyilvános koncerteken olyan dalokat, zeneszámokat adtunk elő, melyeknek a klipjében igen gyakran előfordult az erőszakosság, a templomnak a gyújtogatása, vagy akár a gyilkosság. És a középiskolai érettségi és az egyetemi évek között egy 3 éves továbbképzésen vehettem részt itt Debrecenbe, akkor kerültem először ide, és egy katolikus kollégiumban kaptam szállást, ahol a kollégiumi szobánknak a falára egyfolytában fordított kereszteket rajzolgattunk, mert ez 7 másik olyan emberrel voltam elszállásolva, akik ugyanúgy voltak, mint én, ugyanígy vélekedtek a kereszténységről. Nagyon-nagyon sok párkapcsolatom volt, és nagyon-nagyon sokszor hűtlen is voltam, és pont emiatt az egyetemi felvételi előtti nagyjából fél évben egy borzasztó nagy teher, egy lelki teher szakadt rám emiatt, és ezt már nem bírtam el egyedül. Nagyon-nagyon elveszett a motivációm, és borzasztó módon összeestem. És megismerkedtem az iskolában egy nagyon intelligens, okos, gyönyörű hölggyel, ő ma már a feleségem egyébként, akiről az egész iskola tudta, hogy ő hívő, templomba jár, rendszeresen imádkozik, és mindenki ismerte azt a tulajdonságát, hogy nagyon szeret olyan embereknek segíteni, akik lelkileg mély ponton vannak. És nagyon sokat beszélgettem ezzel az emberrel, és arra lettem figyelmes, hogy amikor megkérdeztem tőle olyanokat, hogy mi az, amitől én idáig jutottam, hogy teljesen elveszett a motivációm, vagy mi az, amit én tényleg elrontottam az életemben, akkor arra lettem figyelmes, hogy sokszor nem csak a saját szavaival válaszolt nekem, hanem a Bibliából vett néha kifejezéseket, vagy onnan idézett mondatokat. És rendkívüli módon inspiráló volt ez számomra, hogy ő azt mondta nekem, hogy neki személyes kapcsolata van Istennel. És mivel ő is egy ugyanolyan ember volt, mint én, ezért arra lettem figyelmes, hogy ez nem egy óriási, egy természet feletti dolog és egy elérhetetlen dolog, hanem az az ember a Bibliához nyúlt, és amit a Bibliát, amit Isten szavának hívunk, abból az ő életére válaszokat és megoldásokat megtalált úgy, hogy ő azt olvasta. És letöltöttem én is egy-két applikációt erre vonatkozólag, keresztény applikációt, Az, hogy mi is az, hogy megtérés, utólag visszagondolva megfogalmazódott bennem, hogy az életem teljes 180 fokos változtatását jelentette. Amit bizonyos dolgokat eddig szerettem, azt meggyűlöltem, amiket gyűlöltem, azt pedig megszerettem. És amikor én először gyülekezetbe jöttem vele, mert hát azért ő rendszeres gyülekezet látogató volt, ugyanis őt a szülei gyermekkorától kezdve így nevelték, és még továbbra is a feleségemről van szó. Mikor először bejöttem a gyülekezetbe, akkor azt láttam, hogy itt nem különleges meg elit emberekről van szó, hanem
totál ugyanolyan emberekről, amilyen én is vagyok. Hogy válaszokat keresnek, hogy megoldást keresnek az ő életükre, az ő nehézségükre, vagy akár az örömükre, hogy azt is hogyan kezeljék. Isten és a Biblia mindenki számára bármikor elérhető, és a szeretet, a jóságosság, a tiszteletadás, ami akár csak egy szép szó, azok felé, az emberek felé, akik nem gyülekezeti tagok, és nem ismerik még ezt az értékrendet, hogy ez micsoda, hogy inspiráló lehet, hogy ebben a mai világban nem csak a másiknak a hasznát nézni, hanem mindenkit átkarolni és segíteni őket. És nagyon-nagyon szeretnék bátorítani mindenkit, aki eddig nincs benne a keresztény életformában, aki még nem követi Jézus Krisztust, hogy tegyen meg annyit, hogy csak meghallgatja azokat, akik ebben járnak. Mert életem legrosszabb döntése az volt, hogy mindig úgy ítéltem el a kereszténységet, hogy fogalmam sem volt, hogy alapvetően mi az.